forrás a vidékfejlesztési program maradék pénzére, ami kb. 70-80 milliárd forint. Nagyon nehéz év az idei. Látjuk azt, hogy amíg még aszályos volt a tavasz, úgy kezdődött, hogy komoly aszállyal, addig itt villámárvizek vannak. A klímahelyzet az mutatja magát. Ugye éppen ma délelőtt a megyei közgyűlés épületében tartottunk egy klímastratégiával kapcsolatos előadást. A másik oldal pedig a kis és középvállalkozási nagyvállalatok kilátásai a következő időszakra, hiszen a gazdasági válság jelei már mutatják magukat, és ebben kell ma a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak bizonyítania, hogy képesek vagyunk átvészelni ezt a nehéz időszakot. Ez fontos tényező az is, hogy azokat a lehetőségeket, amit a kormány, vagy általában akár az Európai Unió felkínál, azokat tudják megfelelő hatékonysággal felhasználni. Így van, ebben segítünk több mint 3 éve szaktanácsadói napok szervezésével, ahol a mezőgazdasági szaktanácsadók, az adott területnek a termelői, illetve a vidékfejlesztésben érdekelt egyéb szakemberek kaphatnak előadásokat, ezek kreditpontos képzésnek minősülnek, és büszke vagyok arra, hogy most már a 3. éve, minden évben 4-szer tudjuk ezt megrendezni. COVID-19 vírus miatt ez most a 2. alkalom volt, március 11-e óta, és nagyon jól sikerült, hiszen mindazok a témák, amelyek előzetesen előfordultak ugye a kormány témájában, öntözés, öntözési csoportok, vegyszerek, műtrágyák használata és egyéb témák, ezek ma előjöttek, és a kedves hallgatóink és a résztvevőink fognak róla értesülni, nem csak a normál oldalainkon keresztül, hanem közösségi médián keresztül is, és reméljük azt, hogy ezek az információk tovább mennek, és minél többen tudnak majd ezekkel a pályázatokkal élni. Egyrészt a COVID-19-es járványpályázatok, amelyek egy kisebb támogatást adnak, másrészt pedig a szeptemberben induló nagyobb pályázati lehetőségekkel, amelynek körülbelül 80 milliárd forintos kerete van ma Magyarországon. Nem nagyon kell bemutatni, hogy mennyire fontos itt az öntözés, mert azért nagyon sok aszályos időszakunk van. Tehát gyakorlatilag sem a zöldséggyümölcs termesztésben, de még a szántóföldi kultúrában sem lehet megfelelő termésmennyiséget elérni, hogyha nem öntözünk. 2021. június 4-ig ismét benyújtható a vízgazdálkodásra a pályázat, ahol gyakorlatilag víztározókra, kapacitásnövelésre, öntözés korszerűsítésre, új öntözőtelepek kialakítására és nem utolsó sorban meliorációra is lehet pályázni. A mai előadáson elhangzott, hogy a szolgálmi jog, tehát aki nem akar öntözni, de el kell, hogy viselje azt, hogy a másik akar. Így van, megjelent a ugye öntözési törvény, illetve ennek a végrehajtási rendelete is már júliustól hatályos, és gyakorlatilag bevezeti ezt a fogalmat, hogy öntözési szolgálmi jog, és nyilván nem ingyen, tehát ennek is megvan a szorzó számítása, hogy mennyit kell azért fizetni, hogy valakinek a földjén ezek a létesítmények átmehessenek, de köteles eltűrni, úgy köteles eltűrni, hogy az ő gazdálkodását ez nem hátráltatja számottevően. Mint tudjuk, a pályázat azért egy kardinális dolog a mezőgazdaság több területén, gombaházak, mit lehet kiemelni ezekből? A VP pályázatok esetében sikeresen szerepeltünk a hűtőházak témájában, a gombaházak témájában, a növényházak témájában, és remélem, hogy ez a sikersorozat az új ügyfelekkel és a régiekkel is tovább folytatódik. Én szeretném kiemelni a megyei programok közül a Nagykállóban létesítendő gomba feldolgozó és gomba termesztő központot. Ez a komplex beruházás 10,6 milliárd forint, és remélhetően szeptemberben már elindult, egy banki konzorcium is mellé állt az ügynek. A másik témánk Újfehértől, reméljük, hogy 2 nagy üzemet tudunk elindítani, egyik egy gyümölcsfeldolgozó téma, a másik pedig egy úgynevezett szárítmány, aszalvány készítő üzem, mind a kettő 1-1 milliárd forint, mind a gyümölcslé, mind pedig az aszalvány készítő. Együtt dolgozunk a belügyminisztérium annak érdekében, hogy az értékteremtő közmunkaprogram keretében megtervelt javak akár ezekbe az üzemekbe is bekerüljenek. Együtt dolgozunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei biogazdák egyesületével, vezetőivel, hogy a magyar, az itt Szabolcsban, Borsodban megtermelt biotermékek azok ne fillérekért menjenek el külföldre, megalá
duplázó ár volt a múlt évben is, hanem egy folyamatos, 5 éven keresztül kiegyensúlyozott árat tudjunk adni, és például az Újfehértó épülő üzemben ezeket a biogyümölcsöket és zöldségeket is fel tudjuk dolgozni, tehát számos vertikumban már letette ez a csapat a névjegyét, és számos területen várjuk majd a megyei gazdák beszállítását. Én biztos vagyok abban, hogy ha ez a folyamat tovább folytatódik, akkor mindenki egy hosszú távú szerződéssel gyakorlatilag itt beszélgettünk az öntözésű egyéb témákról, tehát a kockázatok mérséklése mellett stabil jövedelemhez juthat, nem csak ő, hanem látjuk, hogy most már elindult a generációváltás is a mezőgazdaságban, amire szintén oda kell figyelni. Én nagyon szeretném, hogyha a fiaink, a lányaink, ha el is mennek tanulni máshová, akkor jöjjenek vissza a megyébe, mert hát itt élniük és halniuk kell. Mi itt képzeljük a jövőt. Szakmai munkához elengedhetetlen az, hogy legyen olyan tananyag, amiről tudnak a gazdák tanulni. Így van, ezért is törekedtünk arra, hogy tananyagfejlesztéssel is foglalkozunk a szaktanácsadási munka során. Eddig zöldítésből és öntözésfejlesztésből készítettünk egy tananyagot. Későbbiekben még további tananyagok is várhatók, majd az agrárkörnyezetgazdálkodási célprogram még szükséges teendőiről, az integrált növényvédelemről, ökológiai gazdálkodásról és más egyébről is fogunk tananyagokat készíteni. Mostanában több vidékfejlesztési program keretében megjelenő pályázati felhívásra számolunk, és ezért nagyon fontos, hogy a gazdák készüljenek ezekre a pályázati lehetőségekre. Próbáljuk elmondani azokat a hasznos tudnivalókat, aminek a segítségével jobb és eredményesebb pályázatokat tudnak elérni. Várható hamarosan, hogy megjelenik az állattartó telepek korszerűsítése, ahol egy pályázaton belül 5 célterület lesz, tehát a szarvasmarha tartás, a sertéstartás, a baromfitartás, a juhtartás és tenyésztés, illetve az egyéb állatfajok is egy pályázati felhíváson belül pályázhatók lesznek. Ezen belül várható a kertészeti ágazat támogatása, itt gombaház, növényház, kertészetkorszerűsítésen belül fóliaházak, üvegházak korszerűsítésre várható pályázati lehetőség. Ennek a két pályázati lehetőségnek a kerete körülbelül 80 milliárd forint lesz, ami az árfolyam nyerességből adódik. És most is vannak olyan pályázati kiírások, mint például az öntözésfejlesztési kiírás, aminek a beadási határidejét meghosszabbították. És ugye, hogyha valaki azt látta, hogy augusztus 4-én lejár az öntözésfejlesztési pályázatnak a beadási határideje, akkor az ugye korábban így volt, de ezt meghosszabbították 2021. június 4-ig, tehát továbbra is beadható az öntözési pályázat, illetve várható még egy pályázat öntözésen belül az öntözési közösségeknek a támogatása. Mi a szakma oldaláról nagyon reméljük, hogy ez mind az én szűkebb szakmámban, a szivattyú technikában, mind az egész öntözési rendszerben meghozza a megfelelő eredményét, nem beszélve arról, hogy az ország számára is sokkal fontosabb, hogy az öntözhető területeknek a nagyságát, illetve az intenzitását tudjuk növelni. Manapság az öntözésnek a témaköre az hatványozottan jön elő a magyar mezőgazdaságban. Mire kell tekintettel lenni annak, aki ebben gondolkodik? Elsősorban megfelelő szakmai fölkészültséggel kell bírjon, vagy amennyiben ő nem bír kellő szakmai felkészültséggel, minden egyes technikai részletben szaktanácsadók állnak a rendelkezésére, így az öntözőrendszer megvalósításának tervezésénél, kivitelezésénél és üzemeltetésénél egyaránt. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy ne próbáljunk mindent saját magunk megtanulni, hanem vegyük igénybe a szakmai támogatóhálózatnak a segítségét. Most elhangzott az előadáson, hogy minden öntözési technológiának a központja az maga a szivattyú. Tudomásul kell venni, hogy a szivattyú az egyetlen aktív elem az öntözési rendszerben. Ez előnye is, meg hátránya is. Leginkább azért hátránya, mert a legérzékenyebb pontja a rendszernek. Ezért mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő kiválasztással, üzemeltetéssel és karbantartással próbáljunk hosszú élettartamot és megbízható működést a szivattyúknak biztosítani. Nyilván szivattyúhoz hozzátartozik a víz is. Hát igen, előadásomban föltettem egy eléggé butának hangzó mondatot, hogy lényeg az, hogy víz legyen. A szivattyút arra méretezték, hogy a meglévő vizet valahonnan valahova elszállítsa. Ha nincs víz, nincs szivattyúzás, de sokkal fontosabb a gazdáknak, hogy nincs öntözés sem. Az alfája az egésznek az a vízszerzési hely, azaz nyílt vízből, tározóból, furt kútból vagy egyéb helyről szerzik-e be a vizet. A megfelelő
vízminőség és a megfelelő vízmennyiség, erre lehet méretezni a szivattyút, illetve később az egész öntözési rendszert. A vízforrás és a megfelelő rendszerelemeknek az összeillése, a harmóniája az, ami megadja az öntöző rendszernek a hatékonyságát. Itt vagyunk a Nébi Gyulatanyai Fajta Kísérleti Állomásán. Gyulatanya ahol is híres, hogy a sok bemutató, amit szokott lenni egész a repcétől kezdve a burgonyáig, sőt a kukoricáig. Kalászos, repce, napraforgó, kukorica, burgonya, csemege kukorica bemutatót szoktunk tartani. Egy olyan 2-2500 gazdálkodó szakmai cégek szoktak megjelenni. Ugye a legnagyobb népszerűségnek attól függetlenül, hogy a legkisebb ültetési felületen a burgonya szokott lenni, ez 350-400 fő. Most talán elmozdulás várható, mert ugye tavaly nagyon jó ára volt a burgonyának. A tavasz az nem kedvezett a burgonyák, de most az elmúlt másfél hét csapadék ez jelentős mértékben. Érzésem szerint, vagy legalábbis nagyon reméljük, hogy csemege kukorica, napraforgó kukorica, illetve burgonya az ilyen augusztus-szeptemberben egy ilyen, most burgonyról beszélve egy ilyen betakarítási bemutató, a többit pedig reméljük, hogy a járvány nem fog ugye szeptemberbe beleszólni, augusztusba, és akkor a több ezt a négy bemutatót meg tudjuk tartani. Milyen jellemző, aki ide eljön gazdálkodó, hogy megnézi a területet, a kísérleteket? A fajta iránt érdeklődik, a technológia iránt, vagy esetleg az árak érdeklik? A gazdálkodó megkérdezi, hogy ez mennyit terem, hogy azt mondom, hogy ez 100 mázsát, ez 80, egyből ugye a 100 mázsát válasza. Tehát ugye ők pénzorientáltak, de attól függetlenül kíváncsiak a véleményre, kíváncsiak a cégeknek a véleményére. Például tavaly, ugye ezt mi szoktuk csinálni, hogy a mezoparcellás kukoricát, illetve most a búza is úgy lesz, a tavaly mezoparcellás kukoricán, ami volt ez a 12 cég, minden cégtől jött 3-4 fő plusz gazdálkodó, voltunk olyan 150-en, mérés, minden cég látta az egymásnak a fajtáit, tehát nem lehetett sumákolni, együtt kimértük a területet, és 11,7 tonnától 17,2 tonnáig volt a kukorica tavaly. A következő néhány percben a növényvédelem egy új lehetőségéről szeretnék beszélni. Tudjuk azt, hogy sok növény termel olyan másodlagos anyagcsere termékeket, melyek a normál vagy éppen kóros életfolyamatainkra pozitív hatással bírnak. Ezek olyan új növényvédelemben használható, de növényvédőszernek nem minősülő termékek, amelyeknek a hatóanyagát növényi illóolajok képezik, amelyek antimikrobiális hatású vegyületeket tartalmaznak. Biztos sokan kíváncsiak rá, melyek lehetnek ezek a növények: szurokfű, kakukkfű, borsikafű és fokhagyma. És milyen kultúrákban lehet őket használni? Tehát akár szántóföldön, akár a kertészetben? Ezt első körben az fogja eldönteni, hogy milyen kultúrákra kapunk a hatóságtól engedélyt. Jelenleg gyümölcsösökben lesz ez felhasználható, de ennek a biológiai terméknek egy szépsége az, hogy gyakorlatilag az a mikrobiális spektrum, amelyre ez hatással lehet, illetve van is, ezt lehet tudni irodalmi adatokból, gyakorlatilag később bárhol felhasználhatóvá válhat. Akkor azt jelenti, hogy a növényápolás szempontjából ez mindenképpen egy segítség gazdálkodóknak, mivel, mint tudjuk, ki fogják vonni az Európai Unió döntés alapján a legtöbb növényvédőszert. Igen, ez így van, már most is látszik az, hogy vannak szigorítások. 2030-ig ez még drasztikusabbá fog válni. Mi reméljük azt, hogy időben fogunk tudni, hogyha nem is teljes segítséget, de legalább egyfajta mankót nyújtani a gazdálkodóknak, hogyha le kell mondani azokról a jó bevált szerekről, amelyeket eddig használtak. Ez teljesen magyar fejlesztésű anyag, amitről beszélünk? Külföldön is vannak hasonló irányzatok, de ez az illóolaj kompozíció, ez a formulázás, ez teljesen magyar és a miénk. Harmadik szaktanácsai nap egy kicsit nagyobb körben tervezünk megrendezni. Reméljük, hogy szeptember 1 és 10 között Gyulatanyán, Agusztinyi úr felkérésére egy nagy rendezvényen tudunk részt venni, ahol egy burgonya bemutató keretében a délutáni napon szaktanácsadás is, szaktanácsadó képzése is lesz majd, és ide invitáltunk magyar bankokat is, ide invitáltunk különböző olyan cégeket, akik a mezőgazdasági vállalkozókat tudják segíteni, és hát invitáljuk a gazdákat is erre, hiszen én azt mondom, legyen ez a mezőgazdasági termelők, az élelmiszeripari feldolgozók és technológiai szállítók együttes ünnepe. Együtt nézzük meg, hogy milyen volt az első háromnegyed év, és nézzük meg, hogy milyen kilátásaink lesznek 2021-től, ami bizony az új uniós költségvetési időszak első éve lesz. Készüljünk együtt, és mondjuk el a problémánkat, gondjainkat is, hogy ezt tudjuk továbbítani a jelenlevő agrárminisztériumból érkező szakemberek számára is.